Cseke, 1823. január 22. A magyar kultúra egyik legfontosabb napja. Itt és ekkor Kölcsey Ferenc egy több tételből álló csomag részeként tisztázta a himnusz kéziratát is. 1989 óta ez a nap hivatalosan is a magyar kultúra napja. A magyar kultúra az évszázadokon keresztül épült, fejlődött. Az előttünk lévő nemzedékek nagyon sokat tettek azért, hogy ez a nemzeti kultúra ez ilyen gazdag legyen, ez a nemzeti kultúra ilyen széles legyen. És ennek egy nagyon fontos mérföldköve a himnusznak a megírása. Én azt gondolom, hogy a nemzeti kultúra az fenntartása, az és megőrzése, erősítése az mindannyiunknak közös feladata, legyen szó akármilyen időkről, sőt, nagyon sok eset az bizonyítja, hogy a kultúra olyan időkben is tudott erősödni, amikor bizony nehézségekkel kellett szembenéznünk. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, erősítsük nemzeti tudatunk, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, akár online formában is. Tudom, hogy kulturális intézmények online módon más technikai eszközök segítségével megemlékeznek erről a jeles évfordulóról, és hát azt gondolom, hogy most maradt a szűk családi körben történő megemlékezés. Remélhetőleg megnéznek egy magyar filmet, esetleg streamelnek egy színházi előadást, vagy egy koncertet azok, akik most hát szűk családi körben ünneplik ezt a jeles napot. Ezzel a koszorúzási ünnepséggel is erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a kulturális tevékenység az nem ismer határokat, így már a virtuális térben is folyhat, és remélhetőleg ezek a technikai eszközök ilyen értelemben jót is szolgálnak. A kultúra összekovácsoló ereje megkérdőjelezhetetlen, most azonban a vírus helyzet miatt elmaradt a nagy ünnepség. Nyíregyháza és a megye vezetői csendes koszorúzással emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról.